Mostanában ugye múltról beszélgetünk egymás közt, meg előkerülnek ilyen régi dolgok, amiket így elraktunk. Kezembe került, az Adri kezébe került, pontosabban a régi ellenőrzőm az általános iskolából, és azzal kapcsolatosan kérdezett engem, illetve hogy ez hogy történhetett, és most erről akarunk beszélni, hogy én nekem meg az jutott eszembe, hogy neked nem mondtam, akkor most mondom, hogy mert mondtad, hogy mi az, amit hozzá tudnál szólni, hogy a ellenőrzőben én régen óra helyett felsoroltam ilyen zenekarokat. És szerintem itt van olyan zenekar, ami neked is ismerős. Hát a Queen az nyilván ismerős. Mondom, beszéljünk ellenőrzőről, a zenekarok. De hát ez van az ellenőrző, és ez van az ellenőrzőben, ott vannak a zenekarok, úgyhogy ez van benne. Felírtam magamnak, hogy ne felejtsem el, hogy mi az, amit hallgatni. Na jó, igen. A Queen az nem, hanem az neked ismerős, Nirvana is ismerős, Alice Cooper is. A Moby Dick azt akkor felírtam, és az az érdekes, mert az az első buli, amin itt voltam először koncerten, és annak köszönhetően jött össze a dolog, hogy mi együtt vagyunk. De amit akartam mondani neked, a Bon Jovi is ismerős, Metallica, Sepultura, de ami rémlik nekem, hogy a Roxette kapcsolatosan volt neked emléked. És az ugye nekem is itt fel van írva, hogy Roxette, és neked is volt a gyerekkorban Roxette. Mert a te hallgattad a Roxette-et is, nem? És most ráadásul volt egy friss élményed, egy sztori, amikor a Roxette-nek a énekesével találkoztál, úgymond a neten szembesültél, hogy ő is, hogy megöregedett, meg ami történt. Meghalt. Hogy az, hát meg, hogy meghalt, igen, de... Tehát az nem sztori, vagy nem, tehát, hogy most azt hittem, hogy valaki haverra, vagy nem tudom. Hát, hogy neked abban, amikor én, mert ez ilyen 93-asban volt ez a ellenőrző történet, akkor neked ugyanúgy abban az életedben, akkor benne volt ez a Roxette. Hát, az a nekem az a közös pont. Volt. Na, hát erről akartam, ezt akartam mondani. De hát erről most mit mondjak? Volt egy Roxette pólom. Hát, de meg kedvelted is. Hát nagyon, tehát, ugyanazt hallgattuk, tehát így visszavezetve a dolgot. Illetve még fel lett írva egy olyan, amit nem én írtam fel az ellenőrzőbe. Két dolog is kiderült itt a régi ellenőrzőmből. Ez, hogy milyen zenekarokat hallgattam. Hogy kocka vagy. Hogy kocka. Ja igen, előrevetítettem a jövőt, hogy kocka vagyok. Kockát rajzoltam. Jó, most már tudok mit mesélni. Illetve most jutott itt a kezünkbe az ellenőrző, hogy valamiért abban a korban én a rajztanárral, vagy rajztanárnővel, ez most nem derül ki a írásból, szerintem, hogy tanár vagy tanárnő, lényegtelen is, van egy olyan bejegyzés itt a ellenőrzőben, régen az iskolában úgy működött, hogy ilyen papír ellenőrzőben, nálad is így volt, hogy ilyen üzengettek, a valami történt az iskolában. És itt már az, mint a tanárok a szülők. A tanárok a szülők, a fordítva nem. Meg és itt sokszor velünk iratták be a tanárok a ellenőrzőbe, hogyha valami üzenetük volt, mit a szülői értekezlet. Itt van kedden 8-án délután szülői értekezlet, igen, és akkor alá kellett iratni, be kellett vinni, és megmutatni, hogy a szülő látta, aláíratta, stb. Igen, és ugyanúgy, hogyha rosszalkodtál, akkor régen egy ilyen ellenőrzőbe azt is beírták, hogy mi történt. És itt van nekem egy olyan, hogy felszerelés nélkül jön a rajzórára, és zavarja ráadásul az órát. Ez az egyik a rajztanár, vagy tanárnővel szemben. Ott már valami nem stimmelt, valahogy nem tetszett nekem az a rajztanár, vagy tanárnő. És az óra, nem? Rendetlenkedtem, igen, az órán. És ez így nem volt elég, egyszer született egy ilyen bejegyzés. Ehhez nem lett írva a dátum, milyen érdekes, látod? Hmm. Ez az érdekes, mert itt viszont meg van dátum. 93. 6. hó 2. Ez szerintem már ott már nagyon a nyárba voltam. Ott már nagyon nem érdekelt, már ilyen általános, szerintem 93, ilyen 10 éves lehettem, 10 év körül, ugye? Most mindegy, nem matekozunk. De a következő bejegyzés, ami ez volt. Ez a kedvencem? Igen. Mert akkor, ha ez a kedvencem, akkor az egész videó most emiatt készül. Igen, hogy ezt így megfejteni, hogy vajon mi járhatott nekem akkor a fejem. Mire gondolhatott a költő? Meg hogy ezt így emlékeim vannak, de így most így nem tudom visszamenni, meg elképzelni így magamat. De ne, de most olvasd el, ja. És majd utána elképzeljük. Van-e a Földön még ilyen ember, aki ilyet csinált? Az az érdekes. Mert akkor meg tudjuk érteni már nem, ketten nem igaz, egymást. Nem igaz. Rajzóra előtt... Nem tudom felolvasni. Felolvassam? Nem. Rajzóra előtt árvizet csinált az osztályban. Várjál, hagyjunk időt. Még egyszer.
Rajzoló előtt árvizet csinált az osztályban. Ezt döljünk hátra. Hogyan? Ezt emészted egy kicsit. Mi az, hogy árvizet? Így van leírva. Tudom, nem nekem szóval szerint. Utána eláztatva az egész parkettet, vagyis szünetben nem ment le az osztályból, mert ezek szerint régen az volt a szokás, most így rémlik is, hogy le kellett menni az osztályból, és lent az udvaron tölteni az időt, hanem bent maradt rendetlenkedni az osztály. Az árvízbe. Igen, igen. Az hajókázott. Ez úgy nézett ki, így visszagondolva, mert kérdezted, hogy ez hogy volt, hogy úgy csináltam árvizet az osztályból, régen a... De most felolvastad? Ennyi? Igen, ennyi volt. Tehát ennyi árvizet volt csinált, és rendetlenkedett, nem mentem le az osztályból. Így van, és ezt így odaírta a tanár, aláírta, és az osztályfőnök is aláírta, és akkor ezt így a szülőknek üzenet. Na most a hangsúly az árvizen van, és ezt most el fogja magyarázni, hogy mi volt az árvíz az osztályban. De ezt, hogy leírta, az tényleg árvíz kellett, hogy legyen. Ugyanis az történt, hogy rajzórára be kellett vinni a... Ez pont valamelyik az őszi vlogos videóban meséltem neked, vagy te hoztad fel, vagy én nem tudom, hogy beszéltünk arról, hogy régen a gyerekeknek volt egy olyan feladat, hogy le kellett festeni a leveleket, tudod. Őszi idő volt, stb. De itt nem stimmel, mert ez 6. hó 2. De hagyjad már számokat, mindegy. A sztori mondjad. Lényeg, hogy az volt, hogy a rajzórához, minek hívják ezt? Mondjam? Ecset. Ecset, és nem, hanem a festék, vizes festék. Tempera. Ilyen vizes festékkel kellett festeni, vagy ilyesmi. És vízfesték. Ahhoz, igen, vízfesték, azaz. És ahhoz kell ilyen vizet behozni. Stimmel? Mert ilyen vödörbe kellett a gyerekeknek bevinni vizet. Én azt nem tudom, hogy ott ez hogy működött. Itt nem volt ilyen, hogy vizet kellett vinni az osztályba, ezért is mondtam, hogy meséld el, mert nekem nincs ilyen emléke. De szerintem... Tehát ennek valami indoka van, hogy valamiért be kellett vinni a vizet az osztályba. Lenne egy ilyen régi osztálytárs, aki erre emlékszik. Hogy gyerekkorban volt valaki, aki árvizet csinált a teremben. Na de... Mondjad, hogy mi hogy történt. Ilyen vödörbe kellett vizet behozni a rajzórához, és az volt a nek, hogy szerintem ilyen bosszúból, vagy ilyen daszból, hogy nem csinálom az egészet. Én hordtam be vizet, csak mármint, nem... Mármint, hogy azért, mert hogy te nem akartad beholdani a szerintem nem vizet, akartam, amit... igen, ilyen ellenálló voltam, ilyen nagyon ellenálló voltam a tanárokkal szemben, emlékeim szerint, és ezért én a szó szerint értettem, hogy behordom a vizet, de... osztályterembe, a terembe, tehát így nem beöntöttem. Nem maradt a vödörbe a víz. Igen. És az árvíz szerintem lehet, hogy egy tanár szájából ez így furcsa lehet, de lehet, hogy tényleg sok vizet hordtam be emlékeim szerint, mert nem lehetett kevés. Hát de így... basszus, 11-12 éves lehettél. Egy 10 éves gyerek, 11-12 éves gyerek milyen nagy vízmennyiséget tud egy osztályba be... Milyen, mennyire volt a WC? Szerintem ott közel volt. Az, gondolom, szerintem, ilyen WC-ből volt. Szerintem ilyen földszín... Persze. Hát nem hiszem, hogy ott volt benne a csap. Hát olyan terem nem lehetett, hogy benne van a csap. Mert akkor kinyitom a csapot, és akkor folyik. Ennyi. Tehát nem, hanem hogy behordtam, és kiöntöttem a terembe. És így történt ez az árvizet csinált az osztályban. Hát ilyenek történtek régen, de hogy ez hogy jött nekem akkoriban? Hát most elmondta az, hogy jött, hát nem tetszett de, a feladat. De honnan jött a gondolat vajon, hogy akkor kijöntöd? Hát régóta szeretted volna kipróbálni a vadvízi ebben, nem tudom. Vagy ezt te tudod? Vagy a víz fontossága akkoriban nem olyan jelentőségű volt, mint most. Hát igen. Ez nem első víz volt még, hanem... De mégis hordani kellett. Tehát pont ez az, hogy ugyanúgy nekünk nem volt itt. Én technika órában tudom, hogy ott se kellett vizet hordani. Technika rajzórán volt nekünk is a festés, meg tempera, meg mit tudom én. Még a legelső régi időkben, az első, második osztályban, általánosban, amikor ilyen színes pálcikákat kellett rakosgatni, amikor számít, neked volt, nektek is volt olyan? Igen. Színes pálcikák műanyagból, meg színes korongok, két színű korong, egyik oldal a piros, másik kék, az megvan? Volt nektek? Igen. És akkor volt valamilyen dobókocka, ilyen kék, világos kék dobókocka fehér pöttyökkel, amiben voltak ezek a pöttyök, vagy ez a kék piros, vagy nem tudom. És akkor ezekkel a dolgokkal, amilyen nagyon színes dolgokkal tanultunk meg számolni, azt tudom. Hát de ez nagyon régen. Hát ez nagyon rég, hát első-második osztály, igen.
De akkor ez egy ilyen játékos dolog volt még az általános iskola, az első osztályok. Tehát akkor még ezt így élvezte az ember, a gyerek, mert hát ez még játékos tanulás volt. Aztán az írás tanulás az meg ugye a nagyon szépen, egyenesen a vonalas füzetbe írni, abból nagyon jó voltam. Technikából is én nagyon jó voltam. És közben meg azt nézem, hogy soroltad a tantárgyakat, és már akartam, puskázni akartam, hogy ennek ellenére, hogy így viselkedtem a rajzórán, hogy milyen lehettem a rajzból. És jó voltam, nézd meg. Mert rajzból nem volt szorgalom. Vagy mi ez, magatartás. Az első osztályokban olyan volt, hogy magatartás, szorgalom, meg nem tudom még mi. És akkor még nem is osztályzat volt nálunk, hanem ilyen elégséges, meg elégtelen, ugye ezek a rosszak, de nem tudom, mi volt a jónak a megnevezése. Én nem voltam elégtelen, de hogy ilyen jó volt az a négyes, gondolom, és akkor talán volt egy ennél jobb is. Nem emlékszem ezekre már. Nekem nincsenek már meg az ellenőrző. Itt van, rajz, 10, 9, 7, tehát ezek a maximumot kaptam. Tehát akkor olyan rosszul nem végeztem a dolgom, tehát most vissza akartam fejteni, hogy nem esetleg az, hogy nagyon nem ment az egész, és nem volt ilyen kreatív énem, hogy azt akkor úgy most én azt úgy megcsinálom, hanem egyszerűen így jött ki, és kész. És amikor ezt te megtaláltad, akartad mondani, hogy valamit akarsz hozzáfűzni. Hát most nem volt ez, hanem hogy rajzolgattál az ellenőrzőről, és beugrott valami. Ja, mondjam. A kocka. Igen, a kocka, de nem az, hogy kocka, hanem hogy hát én rossz tanuló voltam. Szerintem ez a... Én kitűnő voltam, én szerint. Ne, hát te azt mondtad, hogy jó, te most nem néztem, de... Most azon gondolkodom, hogy az elején, amit az előbb meséltem, hogy ilyen színes korong, színes nem tudom mi, amikor játéknak veszed a tanulást, akkor nagyon jó voltam, akkor nem volt gond. És teltek, múltak az évek, és hát egyrészt az iskolában volt ilyen is, hogy másik iskolába telepítettek minket, aztán átéltünk egy rendszerváltást is. Ott is biztos voltak dolgok, de én azt így nem, emlékeimben nem tudom előkotorni, hogy azt én hogy éltem meg, nem éreztem belőle semmi különöset. Annyi, hogy az iskolában másik épületbe kellett tovább tanulni, és aztán jött a felső tagozat, amikor viszont már visszakerültem az eredeti épületbe, és én azt hiszem, hogy onnantól kezdett elromlani a tanulásom, vagy az odafigyelés, az érdeklődésem az iskola irányába. Én is nagyon érdeklődhettem, hogyha felsoroltam a zenekarokat. Hát te a víz irányába, akkor hát is meg már a zenekarokat, hogy fontosság, hogy meglegyen. Szerintem begyűjtöttem az osztálytársaktól, vagy nem tudom honnan vehettem, de a lényeg, hogy fel lettek sorolva a zenekarok, hogy meglegyen ott is, hát nehogy már ne tudjuk, hogy mi az, amit szeretnék. Adatrögzítés. Így van, adat. Te már akkor is dolgoztál. Igen. Már hogy akkor is végeztél ilyen adminisztrációs. Igen. Szóval, hogy az általános iskolában így játékos volt, aztán ez elromlott, és aztán jött a gimi, és a gimibe viszont már ez így működött, az általánosban ez nem volt nálam. Viszont akkor is a kiemelkedő voltam a rajzból, még rajzversenyt is nyertem, de hát egy pici gyerekként. Viszont az a gimibe úgy nagyjából tőlem ne is lett volna. Mert ott az volt, hogy matek órán nekem nem az ellenőrzőmbe írtak, nekem az ellenőrzőmbe nem nagyon voltak. Szerintem talán egy beírás, ha volt, így nem is emlékszem már, hogyha volt is, mert nekem a talán ilyen lógásért lehetett, de én lógni sem mertem. Mert én féltem a tanároktól, tehát nekem sokkal, hogy mondjam, nem lógni nem mertem, hanem nem volt rá igazából kivel vagy alkalmam, tehát voltak barátaim, meg minden, de nem volt így. Akkor még az annyira talán divat, vagy nem tudom. És amikor már lett, akkor egyetlen egyszer, amikor megpróbáltam, le is buktam. Erre nagyon emlékszem. Még volt ez a Dunkin Donuts, emlékszel, az a fánkozó Budapesten. Igen, a nyugatinál, igen. Nem a De az a nyugatinál volt. A nyugati pályaudvar, ahol az óra volt, a sarkon volt a keleti, nem tudom, hogy ott is volt, de ott is volt tényleg, de én a keleti, nem a keletibe, de a keletihez közel valahogy így kifele a francba volt egy másik, most így nem tudom már belőni, na mindegy, mi ott voltunk, és ott, hát jött a tanárnén is a fánkot enni, ha jól emlékszem, vagy legalábbis az utcában. Ott volt a tanár, ahol fánkoztatok a suli időben. Nem biztos, hogy pont a fánkozóban, de az biztos, hogy összefutottunk. Tehát most már homályos, hogy hol, de összefutott. Egyetlen egyszer próbáltam meglógni, csak egyszer. Jó, utána volt azért egy-egy alkalom, de nem volt jellemző, féltem a tanároktól. Viszont az egész suli sajnos nálam, mármint a gimi úgy zajlott le, hogy úgy, ahogy tanultam, de minek.
És akkor volt ez, amit akarok mesélni, hogy te kockát rajzolgattál füzetbe, vagy a izéba, én meg a dolgozatokra szoktam rajzolni. Már amikor nem oda volt is, mit mondanom. Oda is rajzoltam, szerintem ott se volt ilyen hiány, mert itt is valamiért a kockákat, meg azt a figurát, amit ja, mondtam. Ja, emlékszem, azt a rajzolt. Cigis vagy színes. Igen, az ebben nincsen benne. Nincsen benne. Nem tudom. Nem tudom, de én dolgozatra rajzoltam, mivel, hogy nem volt mondandóm, dolgozat, tehát kellett volna, hogy legyen, ezért helyette megrajzoltam magamnak előre az egyes, de nem az, hogy így ráírtam, hogy ülj le egyes, hanem így szépen, kreatívan rajzoltam egy kis ördögöt vasvillával, hogy az ördög vigye el az egyest. És a matek tanárom, akit amúgy nagyon szerettem, tehát nem úgy, hogy jó tanuló nem voltam, tehát ennél fogva nem szerethettem, viszont egy ilyen mint a hókuszpók, de most halál komolyan mondom, hogy mint a hókuszpók, egy ilyen kopaszkoszodó, töpörödött kis emberke volt, és ilyen mindig ilyen köpenybe, és hát állítólag szigorú volt, én nem tudom, hogy szigorú volt, mivel eleve nem tanultam, de így akkor nem tudom ezt elmondani, de viszont vette a lapot, és ő neki ez tetszett. Tehát és az, hogy én rajzoltam, nem osztályozva, nyilván rossz jegyet kaptam, de attól még mi nem voltunk rosszba, és ezt akartam ezzel elmesélni, hogy egy tanára is lehetett akkoriban még úgy jobba lenni. Én féltem a tanároktól, tehát én úgy puszipajtás, nem voltam senkivel tanára. Volt olyan sulimba, volt olyan, aki tegezte is a tanárokat. De nem mindegyiket nyilván, hanem aki úgy állt hozzá, vagy akit lehetett. Akkor még ezek nem volt divatba, az ilyesmi. De ezt a rajzos dolog, ez nagyon jó pofa volt, hogy rohadtul semmi közöm nem volt a matekhoz, mert ez matek volt, nem tudom, mondtam-e, és nem voltam lecseszerintve, hanem még így megmosolyogta. Tehát ennyi. Viszont most azon gondolkodtam közben, hogy mondtad, hogy vajon ez most hogy néz ki a jelenben, aki ilyen fiatal és esetleg néz minket, hogy mert azt tudom, hogy már ilyen elnapló, meg ilyesmi már ilyen láttam így leírva, meg ilyen bevezetve, hogy ugyanez ilyen elektronikusan történik, tehát van egy ilyen megjegyzés rovat egy táblázatban, vagy egy ilyen programban, amit a szülők már a telefonon néznek, és rajzórán a gyereke eláztatta a tantermet. Kérem, nyomjon egy pipát, vagy koppincson rá, fogadja el, hogy látta, vagy hogy történik ez. Mert régen volt egy füzet, azt így fogtad, hazavitted, megmutattad, stb. Beleírták a jegyeket, alá kellett iratni. Most már ezt gondolom, ez is digitálisan működik, sőt, biztos vagy benne. Van az iskának saját rendszere, én úgy tudom, csak nyilván ahány iskola. És abba a szülő belép. És egy ilyen háttér admin felületen, igen, akkor ott vannak ilyen megjegyzések. De ott viszont már nincs trükközés, tehát nincs olyan lehetőség, hogy jaj, elhagytam az ellenőrzömet, vagy otthon hagytam. Nem hoztam el. Vagy nem hoztam be, nem tudott beírni, vagy hányan hamisítottak. Otthon felejtettem. Hú, mennyi hamisítás volt, én ezt sem értem. De az, hogy otthon maradt az ellenőrző, hát arra volt alkalom, vagy hogy egyik-másik füzet, vagy ilyesmi, és ilyenekért kaptam is sajnos rossz jegyet. De nem tudom, nálatok volt-e ilyen, vagy kaptál-e ilyen felszerelés? Nem. Viszont azt nézem, itt egy ilyen, nem. Hát, hogy valamit nem vittem, az volt. Hát a rajzóra hiányosan. Igen, de itt most nézem egy másik ellenőrzőbe, ami belett írva, hogy itt azt is feliratták, hogy a tanulónak dohányozni tilos, szünetben le kell menni az udvarra. Ja, ez ilyen szabályzat. Igen. Károkozás esetén kártérítés, kötelezettség, stb. Tanítási idő. A vizet vittél a suliba, tüzet ne vigyél. Ne gyújtsd fel az iskolát. 7:30-től 13:55-ig az iskola területét csak tanári engedélye lehet elhagyni, és akkor a hiányzás esetén haladéktalanul értesíteni kell az iskolát, és akkor alá van írva a osztályfőnök és a telefonszáma. Tehát ilyeneket is beleirattak az ellenőrzőbe. Most meg már gondolom van egy ilyen szabályzat. Hát a házirend van, én úgy emlékszem, nálunk az volt, hogy a házirend van, és a dohányzás az mindig is probléma, ez már a gimnáziumban nyilván, az mindig is probléma volt, mert mindig mindenki vagy ment a WC-be dohányozni, vagy az udvarra, szerintem ez, nem, most már ez nem így van, mert ugye nem lehet már benne. Akkor lehetett ugye mindenhol dohányozni, de nyilván nem egy iskolába. Igen. Tehát nem a diákoknak, nem a gyerekeknek, hanem mennyire összetett ebbe a mostani minden. Sokkal több mindenre. Elcigi, nem elcigi, telefon, mindenféle kütyű, azoknak a leadása, ilyen tökéletes.
én beülnék egy ilyen iskolába, így a... Hát én nem. Ilyen, hát nem úgy, várjál, úgy lehet, hogy te is. Nem. Hogy, úgy, hogy nem tudnak róla, tehát hogy így nem vesznek tudomás róla, csak így ilyen figyelőként beülni az iskolába hátul a leghátsó sorban, hogy ott ülsz, és hogyan zajlik mostanában egy iskola. Nem. Csak így érdekességképpen, hogy hogyan viszonyulnak a dolgok meg. Most meg főleg nem. Ilyen, milyen bejegyzések hogy születnek meg, mert akkor volt ennek egy ilyen protokoll, hát egy ilyen menetrend, hogy hozd ki a ellenőrződet, vagy valamilyen ilyen szigor, vagy hát valamilyen eleve a felelés, hogy kinyitották a naplót, és nekem mindig ott volt megtörve az a napló, ahol én voltam, és tudja, hogy a felelés, akkor engem fogtak ki, és én meg nagyon szorongós voltam. Na de... Nagyon féltem. Ha tanultam is, ha tudtam is valamit, akkor csak azért nem tudtam elmondani, mert annyira szorongós voltam. Ja, jött be a tanár a nagy naplóval, a hónajjal. Igen, és akkor lecsapta az asztalra. Most meg jön egy mobiltelefonnal, vagy lerakja. Nem hiszem, vagy tablet, de nem. Tényleg véletlenszerűen hogyan hívnak ki felelni? Tehát a azt mondtam, hogy sorsolnak. Programban van, és akkor egy ilyen random sorsoló. Most akkor mondja egy számot, és mond valaki egy számot, vagy hogyan történik. Mert tényleg nem ez tudom. A napló, ez meg volt nálam is, hogy ilyen véletlenszerűen kinyitotta, így lapozta, és akkor odamutatott, vagy valami ilyen. Volt ilyen is, aki szórakozott ezzel, hogy így eljátszott, hogy odamutat. Igen. Meg volt olyan is, ahol nyílik, és amit meglát. De volt olyan is, hogy így rámutatott valakire. Egy oldalon két név volt talán, vagy három? És akkor kettő-kettő szerintem. Kettő-kettő, és akkor ahogy mutatott, hogy alsó vagy felső, és akkor az alapján. Hát nekem nem volt bonyolult, mert a legeslegelő voltam, mint ahol. Hát én meg pont úgy középtájén, és mondom, mindig ott volt megtörve ez a rohadt dolog, nagyon. És nagyon-nagyon féltem. Viszont van még egy valami. Ami viszont a te sztorid, a te történetem. Igen, nekem egy ilyen papírlapom van, ez egy fénymásolt papírlap, mert ugye itt most ellenőrzőkről van szó, és én egyáltalán őriztem meg ezeket az ellenőrzőket, minek is tettem volna, ha egyszer nem voltam jó, nem voltam a helyzet magaslatán. Én sem voltam jó, látom. Jó, de ez más. Úgyhogy nekem egy papírlapom maradt, ez pedig egy dedikálás miatt, tehát ezt az Akelának köszönhetem. Mégpedig az az érdekessége ráadásul ennek a dedikálásnak, hát ez most biztos nagyon furcsán fog hangzani, de szerintem így már nem emléksz. Aki aláírta, tehát ez a mostan igazolás, hogy igazolni tudja ezt a sztorit, hogy megtörtént, most digitálisan alá tudja írni. Nem hiszem, hogy erre jár, de azért megmutatom, mielőtt dumálok róla. Szerintem le tudtad állítani, hogyha annyira érdekel, hogy végigolvassa. Tisztelt tanárnő, ma 96 dátum. 90. Adrien a 7. óráról Akel a dedikálás miatt igazoltam, volt távol. És akkor aláírás Györki István, ez az akkori Akel a gitárosa volt. Én nekem ennyi maradt meg ellenőrzőmből. Én nem kaptam beírásokat, mondom, tehát nem voltam rossz gyerek, sőt, épp az, hogy a félelmem vagy a szorongásaim miatt. Én ilyen meghúzódó voltam, de viszont ennél fogva voltam rossz tanuló. Tehát úgy nem nagyon figyeltek fel rám a tanárok, hogy most akkor az a gyerek ottan neki mi baja van, miért ilyen csendes. Illetve aki igen, hát nem, sajnos nekik se sikerült megfelelő irányba terelni. Na, de nekem ennyi maradt. Ez viszont... mit akartam mondani? Ez az a dedikálás volt, ami a pecsába volt a klojtóba? Én most ezt akartam igen elmondani, igen. Csak nem tudtam olyan egyszer erre. Tehát, hogy ez a dedikálás, ugye itt ezt úgy kell képzelni, ez már a gimibe volt, igen, és német órán, mert németet, vagy nem, angol órán? Német vagy angol órán, most meg nem mondom már, azt hiszem talán német. Tényleg ellogtam ennél fogva. Nem elloktál, hát igazolt. Hát jó, de igazolt, attól még igazolt a lógásomat. Igazolt távolét, tehát ebben nem lehet belekötni. Hogy írja? A 7. órát írja, mert hogy aznap ezek szerint 7 órán volt, és a 7. óra helyett, hát én úgy ítéltem meg, hogy engem jobban érdekel a hogy dedikálás. Hogy lehetett egy dedikálást a hétköznap délutáni időben rakni? Nem tudhatod, hogy ez nem egy pénteki nap volt-e, nem emlékszem, tehát ja, nem lehet, akarom ezt az, megfejteni. Aha. Na lényeg, hogy a 7. órában én úgy ítéltem meg, hogyha én elmegyek Gazdagrét aljából, mert hogy ez egy gimnázium volt a Gazdagrét aljába,
hogy onnan én elmegyek egészen a Petőfi csarnokig, azért az nem a szomszédjában van. Ja, korábban kell elindulni, és ez lehet, hogy már eleve iskolatanítás után volt, csak onnan, hogy elérje odáig, jóval előbb el kellett. Igen, nem tudom, az biztos, hogy lógás volt, de nem tudom, hogy történt, nagyon rég volt már ez, de a lényeg, hogy amikor mondtam ott a dedikál, ez a pecsa a krotyójában, tehát ez a WC-ben történt ez a dedikálás, ezt most se értem, de hát nekik voltak mindig is ilyen speciális dolgaik. Szerintem érthető. Jó, akkor szerinted... Különleges helyet akartak keresni, nézzük meg a pecsát. Bújtatni akartak az iskolát. Kérnénk szépen egy árlistát, hogy mely helyek bérlése mibe kerül. Hopp, ez nem szerepel a listán. Adott. Egy forintot nem kérhettek, az nincs rajta az árlistán, úgyhogy arra bögtek, és oda mehetett bárki. Ennyi. Nem tudom, de lógtam, tehát lehet, hogy el akartak bújtatni. Nem, hülyéskedünk. Szóval a lényeg, hogy ez tényleg, de ez tényleg szó szerint a WC-ben volt, nem tudom, hogy férfi vagy női, nincs jelentőség, hát mivel ők férfiak, gondolom, akkor a férfibe. Nem voltunk sokan, de annyira elegen, hogy ezt azért így el tudtam intézni, és hát, hogy miért csak ő, miért csak a Györki István írta alá, azért, mert ennyire beszari volt. Tehát ő ezt nekem úgy írta alá, hogy ahogy így lerakta elém az aláírás. De ezt ő is írta meg? Igen, akkor ő ott, írta igen, meg, igen, ez az ő kézírás, csak ez már egy fénymásolt darab, tehát ez már nem az ellenőrző lapja, hanem úgy lett lefénymásolva. És egyébként a jegyek, koncertjegyek, amiket gyűjtünk, azok között volt beragasztva, tehát ez most ugye azért csak kiszedtem. Nézem, hogy mi van itt, mit írtak fel az iskola és a szülő értesítései, kérései. Ő a Györki István, amikor ezt megírta, és aláírta, így lerakta, és azt mondja, hogy többiekhez is. Valami ilyesmit mondott, most nem tudta, nem tudom már, hogy mi volt. Ja, hogy ők is írják alá. Igen, igen, tehát hogy ő ezt így teljesítette a kérésemet, és hát nyilván ez úgy lett volna az igazi, hogyha mindenki aláírja, de hát én beszarítottam, úgyhogy ez ennyi. De szerintem... Ami nem késik, nem múlik. El lehet vinni még. Találkozunk a WC-be. Be lehet gyűjteni, még itt van felület, van még hely aláírásnak. Ja, de most már kinek igazolnak mit? Hát... Szabadságra megyek? Igen. Na mindegy, szóval nekem ennyi volt, ami így ilyen emlékezetes. Amiben egyéb beírásom nekem volt, az talán a lógás miatt, az az egy-két eset. Azt én is láttam, igazolatlan óra, stb. Másra így nem emlékszem. Azt tudom, egyik ünnepségre, ez már a másik középiskola, ahova jöttem mindig elém, ott volt egyszer egy olyan, hogy nem ünneplőbe mentem be, a valamilyen ünnepen. Ennyi. Tehát így ennél komolyabb beírás nekem nem volt. Nekem éppen elég volt az, hogy mindentől féltem nagyjából, úgyhogy ennyik a sztorik. Eláztattam az osztálytermet sztorin. Van-e, ami esetleg ennél izgalmasabb tud lenni? Az tökre jó lenne, nem? Látnánk egy olyant, hogy mit tudom én, kifestette a szünet alatt, kifestette a falat, vagy valamit alkotott a falon, vagy valami ilyesmitől kell képzelni, vagy mi az, amik még így tudnak történni egy osztályteremben. Ilyen érdekes, nem? Hát speciális, én inkább azt mondanám, nekem nem voltak ilyen dolgaim, sőt, én a rajzórát imádtam. Egyetlen egy történet a legvégére még eszembe jutott, de annak nincsen ilyen írásos nyoma. Az pedig ugyanúgy általános iskola, szerintem már a 6.-7. valahogy el körül, hogy az osztálytermen belül kémia óra, szerintem meséltem neked, kémia óra volt, és a diákok között ment sorra egy ilyen kártyák. Mármint, hogy cserélgettétek? Vagy 18 pluszos felnőtteknek szóló kártya volt, és egymás közt adogattuk a kártyákat, és ezt ha jól emlékszem, talán még egy elég jól kinéző nő volt a tanárnő, és az volt a lényeg, hogy valamire felfigyelt, és nem vállalták a osztálytársaim, vagy valami hasonló volt, és akkor gyorsan össze kellett gyűjteni a kártyákat, és nálam kötött ki a kártya, vagy valamilyen ilyesmi sztori, valami rémlik, és a lényeg, hogy abból is szerintem nem született ilyen beírás, hanem az miatt ilyen igazgatóhoz kellett menni, és akkor valami... Nem rémlik, de azt tudom, hogy valami ilyen volt, és de kár, hogy nincsen ilyen írásos nyomása, mert akkor lehetne írásos jobban... Írásos nyomása. Vagy ilyen írásos nyoma.
Hát... akkor jobbak lennének az emlékem, de valami ilyen volt, azt tudja, arra emlékszem, hogy szerintem ez még, ami így beugrott, más egyéb nem volt. Kitűnőek voltunk minden egyébben ezen kívül. Nekem beugrottak, de azt majd legközelebb fogjuk elmesélni.